Szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy részt vettetek ezen a pályázaton, amelynek az volt a címe, hogy Légy barátságos. Örülök, hogy ennyien törődtök a barátsággal, és megérdemlitek azt a sok ajándékot, amit kaptatok. Én vagyok az aranyember, amint látjátok, és igazából egy pantomim művész vagyok. Hogy mi is az a pantomim? Hát, az egy ember, aki másokat utánoz, vagy csöndben, beszéd nélkül játszik el bizonyos dolgokat. Bele is kezdek, az lesz a mai feladat, hogy találjátok ki, mi az, ami csöndben eljátszom nektek. Indul a móka, találd ki, mit játszom most éppen el. Remélem, kitaláltátok. Jön a következő, ez lehet egy kicsit nehezebb lesz, és lehet, csak a végén fogjátok kitalálni a tényleges eredmény. Ugye az előbb itt egyszerű volt kitalálni, hogy hegedű volt. Nézzük a következőt. Remélem, ezt is kitaláltátok. És akkor jöjjön a következő. Hát, ez egy gyümölcs volt, remélem sikerült kitalálni. Nézzünk mi egyet vagy kettőt, hogy ezt is kitaláljátok-e. Mit játszom éppen el? Remélem, ezt is kitaláltátok. És ha van kedvetek egy percet játszani velem, akkor álljatok fel, nyújtsátok ki a kezeteket, és tegyétek rá egy falra, először ilyen laza kéz, és utána összezárjuk az ujjunkat, és rátesszük a falra. Levesszük laza kéz, áttesszük, levesszük laza kéz, áttesszük, és odahúzzuk magunkat. Áttesszük, megint áttesszük. Odahúzzuk magunkat. A lényeg az, hogy először laza kéz legyen, aztán pedig zárt ujjak, és utána már nem mozog a kéz, csak a testet mozgatjuk. Hát, ennyivel készültem nektek ajándékba, amiért a pályázatokat beküldtétek. Remélem tetszett. Sziasztok!